Jó napot kívánok! Üdvözlöm a hallgatóságot! És állattenyésztőként rendszertanról, fajtáról kell, hogy beszéljek, mert hogy az állattenyésztés rendszertani alapegysége a fajta. Az állattenyésztés aszerint működik, hogy fajtatiszta tenyésztési eljárást folytatunk, avagy a tenyészpár tagjai különböző fajtákba tartoznak, vagyis keresztezési eljárásról van szó. Természetesen az ebbtenyésztés annyiban speciális, hogy egyedüli házi állatfajtaként a fajtatiszta tenyésztést teszik kizárólagossá az elismert nemzetközi és országos tenyésztő szervezetek, amelyekről hamarosan beszélni fogok, ami így majd egy másik kérdést is fel fog vetni az előadás végén. Szóval az előadás arról fog szólni, hogy hol van a helyük a pásztorkutyáknak a kutyafajták rendszerében, ezeknek a fajtáknak és a fajtacsoportnak magának, illetve mit tudunk ezzel kezdeni, hogy számos, meglehetősen hasonló, sok esetben elismert, más esetben el nem ismert fajtája és fajta változata van ennek a kutyacsoportnak. Vagyis bevezetésként és célkitűzésként azt tudnám elmondani, hogy mi ez a fogalom, hogy pásztorkutya. A magyar terminológia is, hamarosan látni fogjuk, különféleképpen kezeli ezt a terminust, valószínűleg itt a konferencián is különféleképpen kezelik. Sok szerző, és korábban főleg, a pásztorkutya alatt az összes juval, marhával és egyéb állattal dolgozó kutyát és nyilván az egész pásztor kultúrát értette, vagyis a terelőkutyák is ugyanebbe a kategóriába tartoztak. Ugyanakkor a nemzetközi szakirodalom úgy emlegeti ezt a kutyacsoportot, amiről primer módon szólna a konferenciai Livestock Guarding Dogs, vagyis az állatokat őrző kutyák. Ez pedig nem a teljes pásztor kultúrát jelenti nyilván, hanem egy bizonyos fajtacsoportot. Azt szeretném tehát körüljárni, hogy egyértelmű és indokolt-e a különféle pásztorkultúrához köthető, de más-más munkát és más-más etológiai alapokkal végző kutyatípusok elkülönítése. Másrészt a következő felmerülő kérdés, hogy nyilván mivel erről is szó lesz majd, egyrészt egy ősi típusú munkát végez, történetileg is, meg etológiai értelemben is ez a kutyacsoport. Beszélhetünk-e valóban egy mai értelemben vett fajta fogalmához kapcsolódóan ősi csoportról, avagy a molekuláris genetikai kutatások és a hajdan volt ismeretek is másra utalnak. Ehhez meg kell néznünk, hogy mi a helyük a Nemzetközi Ebbtenyésztő Szervezet, az FCI és más szervezetek rendszertanában ezeknek a kutyáknak, amelyeket Livestock Guarding Dognak tekintünk. Végignézem tehát, hogy előrebocsát, vagy elég marginálisan veszi be ezt a kutyacsoportot a legtöbb nemzetközi kutatócsoport, molekuláris genetikai kutatások, amelyek mai állományokból kiindulva próbálják meghatározni az evolúciós kapcsolatot az egyes taxonok, jelen esetben fajták, fajtacsoportok között a kutyafajon belül is mit mondanak róla. Illetve említenék egy olyan tanulmányt, ami egyrészt kapcsolódik ezekhez, másrészt végigvezet egy rettentő egyedi látásmódot pásztorkutyákkal élve és a hajdani társadalmi berendezkedésből levezetve, és így bizonyos szempontból régebbinek látva ezt a feladatot és ezt a kutyacsoportot, mit mond ez a tanulmány, Koppinger és felesége jegyzi ezt a könyvet róla. És ugye természetesen valami következtetéseket is le kell majd ebből vonni. Állattenyésztőként a következtetések arra kell, hogy szorítkozzanak, hogy a fajta fenntartás kapcsán mit mondhatunk az előzőek alapján. Ugye mondtam volt, hogy a pásztorkutyák az egy rettentő ősi kutyacsoport, olyan értelemben, hogy ez a munkakör, ez lényegében megelőzte a letelepedést, megelőzte a földművelést és minden egyebet, a vándorló pásztorkodáshoz köthető a pásztorkutyák eredeti feladatköre. Európában ugye ez a 17. századra tehető, amikor indult, és később is lesz róla szó, de gondolom a konferencia során többször volt róla szó, hogy ahogy pedig a nagy ragadozók kiszorultak Európából, főleg ebből a közép-európai régióból, illetve a társadalmi berendezkedés is változott, a pásztorkutyák szerepe
visszaszorult nyilvánvalóan. Mit mond a magyar szakirodalom? Elkülöníti tehát-e a pásztorkutyákat azoktól a kutyáktól, akik lényegében váltották, egy ideig kiegészítették, és utána kizárólagosak maradtak nagy ragadozók híján ebben a régióban, a terelő kutyákat és a pásztorkutyákat, amelyek mindkét csoport lényegében a pásztorkultúrához kapcsolódik. Elválasztja-e a magyar szakirodalom? Van, ahol el egy nem annyira régi tanulmányban, kinológiai szakfolyóiratban már beszéltek arról, hogy vannak terelő juhászkutyák, és az állatok védelmére szakosodott nagytestű pásztorkutyák. Vagyis ez az oppozíció van, ahol megjelenik a magyar terminológiában is. Aztán van, ahol persze nem jelenik meg, kicsit korábban még olyan definíciókat lehetett szintén kinológiai szakfolyóiratokban olvasni, hogy a pásztor kutyák a pásztorok segítői, így ez több kutyatípust is magába foglalt. Egyrészt a nagytestű őrző pásztor kutyákként beszélt a szerző arról, amit ugye livestock guarding dognak nevez a nemzetközi terminológia, és akik a konferencia alanyai. Elválasztotta tőle a terelőkutyákat, de ugyanúgy a pásztorkutyák terminus alá sorolta, és a juhászkutyákat. Ugye ez a terelőkutyák kifejezés, meg a juhászkutyák kifejezés, ez főleg az alapján válik el, hogy milyen a terelendő és őrzendő állat. Ennek alapján azt mondhatjuk, hogy a magyar terminológia nem teljesen tiszta, e tekintetben, hogy mi az, hogy pásztorkutya. Nincs egy ilyen kifejezésünk, mint az angolban a livestock guarding dog, bár napjainkban pásztorkutyák alatt egyre inkább a nagytestű, és ezt a feladatkört, vagyis a ragadozók távoltartását, illetve a vadon élő patások távoltartását, betegségek átvitele, megelőzése céljából feladatkört ellátó kutyákat értjük pásztorkutyán, és minden egyéb az terelő kutya, vagy juhászkutya, akkor is, hogyha éppen nem junyáj mellett dolgozik. Hopp, jó, csak egyet mentünk arrébb. Nem, kettőt mentünk arrébb, de se baj. A rendszertan ugye egy nagyon mesterséges dolog, amiről beszélnem kell, mert az emberi elmének a szükséglete, hogy kategóriákba sorolja egyre nagyobb, aztán egyre kisebb kategóriába a körülötte lévő világot. Az élő világgal is megtette ezt, klasszikus módon ugye, ahogy Linné elkezdte magát az élő világ rendszerezését, ezt követi az állat és a növényvilág leírása. De amellett, hogy rettentő mesterséges, evolúciós kapcsolatokat is kell, hogy tükrözzön, és meglepő módon ezek az evolúciós kapcsolatok a mai molekuláris genetikai ismeretünkkel sok esetben egybevágnak azzal, amit a klasszikus rendszertan mondott. Vagyis ahogy egymáshoz ezek a kisebb és nagyobb rendszertani egységek kapcsolódnak, az lényegében az egyes állatcsoportok kialakulását jelzi, és ezért tudjuk törzsfákon ábrázolni az elválás idejét, illetve az idejét a biológiai, kalibrált biológiai óra alapján becsülni napjainkban, a mutációs ráta alapján, de eleve azt, hogy egyes csoportok milyen közeli rokonságban állnak egymással, illetve más taxonómiai egységektől mikor váltak el. Ugye ragadozókról beszélünk, hogyha kutyákról beszélünk, a ragadozók az egy rend. Azon belül a kutyaszerűek egy alrend. És meglepő módon, vagy megeshetik, hogy nyilván a hallgatóság számára már nem meglepő módon, a kutyaszerű alrenden belül a medvék és a kutyák találhatók meg, ilyesminek feltételezték az ő közös ősüket. Nyilván ez is egy rettentő régi történés, de míg ugye a macskák egy másik alrend és másik ragadozó típus kialakulását jelenti, addig a kutyák a medvékkel a legközelebbi rokonok igazából az alrenden belül. Miért hozom én ezt ide? Hát azért, mert ugye, hogyha pásztorkutyáról, livestock guarding dogról beszélünk, akkor valamilyen nagy akármi jut az ember eszébe, őt is Mackónak hívták, ő az én egyik ideiglenesen volt. Persze becsapós a dolog, de majd a végén visszatérhetünk hozzá,
Egy mackó kiskorában egy talált kutyus, illetve az anyját találták, úgy nézett ki, mintha kaukázusira hasonlítana leginkább, aztán ahogy nődögélt, inkább leonbergi vonásokat kezdett mutatni, az anyja egy német juhászkeverék volt, egész biztosan. Azért hoztam csak az ő képét ide, mert ugye, hogyha azt mondjuk, hogy pásztorkutya, a nagy, dúsbundájú, legalábbis közepes vagy annál nagyobb dúsbundájú valami, rengeteget neveznek közülük mackónak, és a medvével való rokonság is arra a feltételezésre utalhat, hogy ez egy rettentő ősi kutyacsoport. Így van-e? Most itt kettőt kell lapoznom, hogy ide visszamenjek, nem, még többet kellene. Igen, aztán utána vissza fogok ide térni, elnézést, fordítva tettem be pár szlájdot. Ugye, hogyha napjaink pásztorkutyával foglalkozó tanulmányait, a hivatkozásokat mindig alul találják, áttekintjük, azok is csupa ilyesmiről szólnak, hogy a pásztorkutyák a munkakutyák közül a legrégebbiek. Nyilván abból kiindul, vagy a munkakör is micsoda régi, akár 6000 évvel ezelőttre tehető vissza az eredetük. És ez a mai tanulmány, azért emeltem ki benne, azt mondja, hogy a tibeti masztifra meg a molosszusokra vezethetők vissza maguk a pásztorkutyák. Úgyhogy ez a kutyacsoport valami módon valószínűleg kapcsolatban áll azzal, ami előadásom és a konferencia témája, és amit keresünk. Most itt mennék rá vissza, hogy foglalkoztak-e ilyennel a kutyákat kezdetben rendszerező tanulmányok, hogy pásztorkutya. Hol találunk ilyen kifejezést, és hol van ma a helyük? Hogyha megnézzük az első listát kutyafajtákról a 15. századból, akkor bizony ilyet, hogy pásztorkutya nem találunk benne. Ugye ez az első kifejezés az agarakra utal, a következő az valamiféle keverékre, meg az utána lévő is. Hát a spániel a szívemnek kedves, az mindenhol ott van természetesen. A vége pedig valamiféle társasági kutya lehet. Úgyhogy ilyesmit, hogy pásztorkutya vagy terelőkutya sem említ ez az első tanulmány. Viszont van benne olyan, hogy masztif, és van olyan, hogy lényegében ami napjainkban a Rottweiler vagy a Bernie pásztor, annak feleltethető meg valószínűleg ez a Butcher's Hans, szóval használati munkakutya, ami egy hasonló típus anatómiailag felépítésre, mint a mi pásztorkutyáink. De maga a pásztorkutya meg a használat nem szerepel ebben a felsorolásban. Aztán az első lényegében törzsfaként a rendszer, kutyafajták rendszerét elképzelő tanulmány Buffon nevéhez köthető, ő pedig már említi ilyet, hogy juhászkutya, sőt az egész közepére tette, azzal a magyarázattal, hogy a juhászkutyák érzékenysége a legnagyobb. Ezen az érzékenységen ő valamiféle idegrendszeri könnyen szenzibilissé tehetőséget értett valószínűleg, és a juhászkutyán pedig a mai munka border collie-nak megfeleltethető valamilyen kutyacsoportot. Az egész rendszertan közepe a juhászkutya számára, az összes többi kutyacsoport valami módon ebből alakult ki. Az, hogy közöttük milyen kapcsolat van, azt itt most nem részletezném nyilván vadászkutyák vonatkozásában. Ami érdekes lehet, hogy a masztif az a másik ágon. A juhászkutyától lényegében a legmesszebb mindenféle áttételen át található meg. Úgyhogy ez a pásztorkultúrában együtt dolgozó, és a magyar terminológiában néhol pásztorkutyaként mind a kettőt nevezik kutyacsoport, a terelő kutyák és a livestock guarding dog értelemben a nagytestű őrző kutyák ősei lényegében két külön fejlődési utat, sort jelentenek. Aztán ez az, amit rossz helyre tettem be, de már volt. Menjünk tovább a rendszertanban. Amikor tovább megy Enciklopédia Britannica a 18. század végén 5 fő osztályát sorolja föl a kutyáknak, és itt sem találunk még kifejezetten ilyet, hogy pásztorkutyák. Látjuk ugye, hogy 3 csoport is a vadászkutyákhoz köthető. Ezen felül vannak bulldogok, hát nyilván ez egy angol specialitás, és vannak olyanok, hogy juhászkutyák. Hogy ez a juhászkutya, ez mi mindent foglalt magába akkoriban, persze ez kérdés. Következő rendszertan az megint csak nem említ még ilyet, hogy pásztorkutya. Ez főleg egy morfológiai
irányultságú rendszertan, vagyis ez a fej és állkapocs forma, ez olyasmit jelent, hogy ugye vannak a brachiocefalikus fajták, amelyeknek az arcorri része rövidebb, mint az agykoponyai, illetve vannak a mezocefalikus, meg doliocefalikus fajták, és ez alapján próbálta a kutyákat csoportokba sorolni. Itt is ugye a masztiff-szerű valamik azért megjelennek, és a masztiff-szerű valamiknek, az előzőekből is gondolhatjuk, van és lehet köze a pásztorkutyákhoz. Aztán az első formális rendszertan az igazából fajtanevek etimológiáját, vagyis eredetét magyarázta. Itt nem találunk ilyeneket, hogy pásztorkutya, sőt olyat sem találunk, hogy juhászkutya. Lényegében vadászkutyákról van szó. Olyan szlájdot valószínűleg nem tettem be, de valamit betettem, hogyha kinológiai szervezetekről, kutyakiállítások kezdetéről beszélünk, ott is sok esetben csak vadászkutya fajtákat láthatunk. Persze ennek is van egy történeti háttere nyilván, hogy melyik népréteg foglalkozott, melyik használati irányzattal, és nyilván ez alapján kerültek a vadászkutyák előrébb, de lényeg, ami lényeg, pásztorkutyákról ekkoriban sincs még említés. Ops, lehet, hogy rossz irányba léptem. Aztán ez egy mostani könyv, ami el nem ismert fajtákkal együtt rengeteg kutyafajtát felsorol. Ugye az, hogy hány kutyafajta van eleve, ez szervezetfüggő, látni fogjuk, hogy a különböző kutyás szervezetek más számot ismernek el. Úgyhogy amit később említeni fogok, hogy pásztorkutyából van 48 fajta, ebben az el nem ismert változatok is benne vannak. Az, hogy hány ilyen kutya típus lehet, amely nem kerül be lényegében a fajta tiszta tenyésztés rendszerében, ez lényegében megbecsülhetetlen. Ugye magyar fajtákból is, hogyha sinkáról beszélünk, vagy hogyha a maizliról beszélünk, vannak ilyenek. A rövidlábú erdélyi kopó az már messzire vezetne itt. Úgyhogy ez a könyv ez több mint 400 kutyafajtát feltételez, és nyilván valamiféle rendszert szeretne az elején fölállítani. Ők azt mondják, hogy a pásztorkutyák a legősibb típus, és a molosszusok belőlük alakultak ki. Vagyis amit eddig említettem, hogy a legtöbb régi rendszertan a molosszusokat kezeli és használja, és ugye a régi Rómából tudjuk, hogy ilyenek voltak, pásztorkutyáról viszont nem tesz említést, ennek szöges ellentétjeként azt mondja, hogy a pásztorkutyák azok, amik voltak, és azokból alakultak ki lényegében a mai masztiff-szerű és minden egyéb kutyatípusok. Hát erről nem kell itt most beszélnem, ezt csak benne hagytam. Ez tehát a történet. Mit mond ma a rendszertan? Hogyha végignézzük, hogy ezek a livestock guarding dog funkciónak megfelelő kutyák hová tartoznak a sok országot, Magyarországot is tagjaként, illetve tagszervezetként kezelő FCI, belga székhelyű nemzetközi kutyás szervezet rendszerében, akkor azt látjuk, hogy nem túl egységes a dolog. Mert hogy az első fajta csoport, ami terelő kutyákat tartalmaz, annak első szekciója juh terelésére alkalmazott kutyák, a második a marha terelésre, ott pásztorkutyát nem találunk. Néhány pásztorkutyát, a mi két nemzeti pásztorkutya fajtánkat, a komondort és a kuvasz, de például a maremán abruzói juhász kutyát, vagy a csuvacs, ami rettentően hasonlít a kuvaszra, is ebbe a fajta csoportba sorolja, de a dél-orosz juhász kutyát is, ami pedig ugye a komondorral mutat küllemileg hasonlóságot. Aztán, hogyha megnézzük a második fajta csoportot, annak második szekcióját, a molosszusokat, és azon belül a hegyi kutyák alszekciót, szintén pásztorkutyákat fogunk találni. Például a pireneusi hegyi kutyát, ami a szlovák csuvacsra, vagy a magyar kuvaszra meglehetősen hasonlít. Úgyhogy a Nemzetközi Kutyás Szervezet lényegében az a rendszertan, amit több más szempontból a mindjárt említendő molekuláris genetikai kutatások is igazolnak, hogy a funkción való elkülönítés az lényegében evolúciós kapcsolatokat is tükröz. Pásztorkutyák esetében pont nem tükrözi igazából, vagy nem tudja kezelni, mert hogy két teljesen különböző fajta csoportba ugyanazok a kutyatípusok megjelennek.
Mit csinál a többi kutyás szervezet? Ugye van egy nagy kinológiai hagyományokkal rendelkező ország, Anglia, ami nem tagja az FCI-nek, így egy kicsit másfajta csoportbeosztást is alkalmaz. Ugye az ő csoportosításukban vadászkutya, sportkutya, törpekutya és egyéb fajta csoportok vannak. Ebből két olyan fajta csoport van, majd mindjárt látjuk az angol nevét is, azért nem tudtam igazából, hogy hogy fordítsam, pastoralnak nevezi a Kennel Club ezt a csoportot. Két olyan csoport is lesz megint, amiben pásztorkutyák tartozhatnak, hogyha az FCI analógiáját követjük. Ez a pastoralnak nevezett juhászkutyák, fordítható inkább ez a csoport. Ez ugye az, ami a teljes pásztor kultúrát úgy látszik egybeveszi, a terelőkutyákat, amik etológiailag és eredetileg is, eredetüket tekintve is láttuk és látni fogjuk, hogy mások, és a nagytestű nyájőrző kutyákat egybeveszi. Itt számos pásztorkutya megtalálható, például a kuvasz, a pireneusi hegyi kutya, amit ugye az FCI két különböző csoportba sorol, úgyhogy lényegében a terelő és a livestock guarding dog fajta csoport sorolódik egybe. Aztán a másik fajta csoport, a working vagy munkakutyák, ami lényegében az FCI kettes fajta csoportjába tartozó fajtákat tartalmaz, nem igazán tartalmaz pásztorkutyát. Ezt a pireneusi mastifot egyszer bejelöltem, mert hogy a majd említendő Koppinger bácsi szereti őt is pásztorkutyának tartani, és van ennek is relevanciája, mert a pireneusi masztif meg a hegyi kutya azért eléggé rokonok munkakörben is, meg kialakulásuk tekintetében is. Szóval ő kérdésesen itt van, és a masztif típusú kutyák itt vannak, de a többsége azoknak, amit livestock guarding dognak tekintünk, nem ebbe a fajta csoportba tartozik. Amerika nem bír akkora kutyás hagyományokkal nyilván, mint Anglia, de egy nagy ország, és szintén nem az FCI tagja, és szintén egy másik fajta csoportbeosztást követ. Ugye itt erre próbáltam visszaemlékezni, hogy tettem be ilyet, hogy a kezdeti rendszerezés az lényegében vadászkutyákra irányult minden szervezetnél, így volt ez az AKC-nél is. Itt is hasonló csoportokat találunk, van ugyanúgy munkakutyacsoport és terelőkutyacsoport, viszont ezt a terelőkutyacsoportot, ezt az Amerikai Szövetség herdingnek nevezi, vagyis magára a terelésre utal, nem a pásztor szót tartalmazza. És meglepő módon, némiképp paradox módon, itt a working csoportba és az FCI kettes fajta csoport fajtái mellé sorolódnak ezek a pásztorkutyák, anatóliai juhászkutya, amiről majd még beszélek részletesebben, a pireneusi hegyi kutya, vagy a mi két fajtánk is ebbe a csoportba tartozik. A herding csoportban pedig kifejezetten terelőkutyák vannak, úgyhogy itt igazából nyájőrzésre alkalmazott, a nagyragadozók távoltartására alkalmazott kutyákat nem találunk, hanem kifejezetten a terelő munkát végzőket csak. De ugye a csoport elnevezése is más. Vagyis eljutottunk addig, hogy a mai rendszertan nem csak a szóhasználat és a terminológiai, mai rendszertan sem igazán egységes abban, nemzetközi szinten sem, hogy mi az, hogy livestock guarding dog. Nézzük meg tehát, hogy mit mondanak róla a molekuláris genetikai kutatások. Valamiért itt egymásra csúszott két mondat, de se baj, a hivatkozás nem látszik csak tökéletesen. A molekuláris genetikai vizsgálatok ugye egy jó 20 éve elérhetőek. Lényegében DNS izolálásáról van szó leginkább mai élő állatokból, és a mutációk gyakorisága alapján próbálják ezeket az evolúciós kapcsolatokat és kiterjedése alapján vizsgálni általa, illetve fajtába sorolást, mármint hogy a fajta meghatározható-e bizonyos úgynevezett nem kódoló mikroszatellit allélek, korábban még a mitokondriális DNS egy hipervariábilis régiója alapján, vagyis így kapcsolatokat keresnek az egyes rendszertani egységek között, illetve azt szeretnék megnézni, hogy megalapozott-e, hogy ezek a rendszertani egységek külön kategóriák. Persze sok néhány fajtát vizsgáló ilyen vizsgálat van, rengeteg van napjainkban, és volt is a 90-es évek közepétől. Az első olyan, ami lényegében az összes kutyafajtát próbálta reprezentálni, és most éppen nem látszik,
hozzá a hivatkozás, ez az amerikai kutatás volt, ami 85 fajtát vizsgált, és ez alapján akarta a kutyafajták, vagy csinálta is nyilván, a kutyafajták evolúciós kapcsolatait felállítani, illetve igazolni, vagy megdönteni azt, amit történeti tények alapján, illetve a rendszertan hagyományai alapján gondolunk róla. Vagyis 85 fajtát vizsgáltak, és meglepő módon a pásztorkutyák ebben is eléggé alulreprezentáltak ezekben a vizsgálatokban, mert ugye, hogyha megnézzük, hogy az FCI által elismert fajtákat nézzük, annak a 340-valahánynak, a 30-valahány, 20-valahány, ahány elismert pásztorkutya fajta van, mekkora százaléka, akkor a 85 fajta közül 2 pásztorkutya, de legyünk rá büszkék, a 2 magyar pásztorkutya, a komondor és kuvasz szerepelt ebben a vizsgálatban, nem hűde reprezentatív és nem hűde nagy. Elsőként ugye azt nézték, hogy egyáltalán igazolható ez, hogy a kutyafajták jól elkülöníthető állományok. Nyilvánvalóan volt egy ilyen feltételezés, hogy a fajtatiszta tenyésztés kizárólagossá tétele, azért a 19. századtól már ezt okozta, és valóban molekuláris markerek alapján a kutyákat fajtákba lehetett sorolni, kivéve nagyon rokon kutyafajtáknál. Ugye a belga juhász kutyán az amerikai az Grenendale-t ért, ő nem volt elválasztható a másik színváltozattól, ami az FCI rendszerben egy másik fajta, de az összes többi fajta fajtába sorolható volt a mikroszatellit allélgyakorisági mintázatok alapján. Aztán utána ugye ezt nézték, hogy mi a különbség, tehát így a különálló taxonok, a kutyafajták, mint külön entitások között, és fölállítható-e valamilyen evolúciós kapcsolat, vagyis törzsfa, amihez ugye kell egy outgroup, de a farkas mindig adott hozzá, hogy ennek a törzsfának gyökere legyen. És azt kapták, és azóta is előre bocsátom, a legtöbb vizsgálat, vagy szinte minden vizsgálat azt kapja, csak más-más fajtát helyezve a középpontba, hogy vannak ősi fajták, és ez lényegében igazolva látják az FCI fajtacsoport beosztását, amit ősi fajtának tekintünk, az ötös fajtacsoport fajtái szoktak ide kerülni, amelyek jóval korábban elváltak az összes többitől. És az összes többi fajta egy gyökérre vezethető vissza, vagyis hiába a hatalmas morfológiai variabilitás, hiába a 6000 évvel ezelőtti funkcióbeli különbség és meglévő funkció, lényegében a kutyafajták elválása az a fajta tiszta tenyésztés kezdeteihez köthető, a 19. századhoz nagyjából. És ugyan mindjárt mutatom, hogy klasztereket, vagyis csoportokat föl tudtak állítani a kutyafajták között, de az összes többi kutyafajta az lényegében egyszerre vált el egymástól, és bár vannak fajtapárok, a komondorunk és kuvaszunk nem került különben egy fajta párba, mint ahogy néhány más fajta megtette ezt, aminek a rokonságát tudjuk, de lényegében ez a sövényszerű ágszerkezet, ez azt jelenti, hogy az elválás az nem volt olyan régi. Vagyis a pásztorkutyák közelebbi rokonai, például a kuvasz az agarakhoz sorolódott sok szempontból, a besorolásnál is, majd a következő szlájdon láthatjuk, nagy hányadban az agár csoportba sikeredett sorolni. A komondor pedig a német dog és egyéb masztiff-szerű kutyafajták között valahol helyeződött el. Ez a cluster analízis, ami csoportokat állított föl, itt a színek azt jelzik, hogy mekkora hányadban feleltethető meg az egyes csoportnak az egy molekuláris markerek alapján az adott minta, ugye nyilván a 85 fajta néhány egyedéből vettek mintát, és 3 vagy 4 csoportot tudtak fölállítani. Ezek az ázsiai fajták láthatók sárgával a szlájdon, amelyek jóval korábban elváltak az összes többitől. A kék az őrzőkutyákat, molosszusokat jelzi. És ugye, hogyha megnézzük itt a komondort, akkor egy kicsi sárgát, egész kicsi sárgát és egy kicsi kéket látunk. Aztán a zöld az a terelőkutyákat, agarakat jelzi, no, abból van több. A terelőkutyák meg az agarak történeti rokonsága, ugye kolli, oroszagár, stb. Ez nyilván nem a konferencia témája, de ez egy tudott, szóval nem olyan meglepő dolog.
Aztán az összes többi, a piros, az a vadászkutyák. Hát a vadászkutyák számos használati módja, az nyilván elvált egymástól. A kuvasznál meglepő módon, illetve nem annyira meglepő módon, a sárga rész, vagyis az, amivel az ősi klaszterrel megfeleltethető, ez kicsit nagyobb, meg az agár rész is nagyobb. És benne ez a vadászkutya hányad, ez például kisebb. De egyiket sem sorolták az ősi ázsiai fajták közé, inkább a terelő kutyák agarak klaszterjébe volt ez alapján, a mintázat alapján helyezhető. Következő vizsgálat, napjainkig az utolsó ilyen átfogó, az lényegében most már 8 évvel ezelőtti. Itt is 85 fajtát vizsgáltak, viszont a 85 fajtából itt egy darab pásztorkutya fajtát találunk, 12 egyed számmal kuvasz került bele az előző vizsgálat egyedeiből, komondor itt nem szerepel. Ugye említi a vizsgálat, hogy a kuvasz európai eredetű, ez a Parker-féle az előbb említett analízis a juhászkutya agár klaszterbe sorolta, funkcióját nézve pedig azt mondja, hogy nyájőrző kutya, és ilyen, mint nyájőrző kutya, ez az egy szerepelt a 85 körül a vizsgálatban, az összes többi funkcióra igazából több fajtát is néztek. Hát ezt most nem mondanám el, hogy a farkasokkal való egyezésség, csak belemásoltam a szlájdból. Ugyanarra az eredményre jutottak igazából, mint a az előző vizsgálat, hogy van egy ősi kutyacsoport, az ősi kutyacsoportban kisebb a genetikai variabilitás, viszont korábban elváltak. Egy itt nem idézett köztes vizsgálat, például ezt a Basenjit nevezte meg az összes kutya legősibb jének, aztán ez az újabb átfogó vizsgálat, ez megint egy nagyobb kutyacsoportot talált ugyanitt elhelyezkedni. Ugyancsak azt mondták, mint a megelőző vizsgálat, hogy Közel-Kelet a legvalószínűbb domestikációs központ, ugye ezt a genetikai variabilitás alapján, ahol a legnagyobb, azt feltételezik annak. És ők azt mondták, hogy dingó sárpely, a csau-csau, meg rosszul emlékeztem, a Basenji itt is megjelenik, ami egy korábbi vizsgálatban kizárólagos volt, a legrégebbi, mert hogy ők különböznek a legkevésbé a farkastól, szóval a legkevesebb mutáció jelzi azt nyilván, hogy ott az evolúciós kapcsolat az más. És ugyanarra jutottak, mint az előző, hogy a modern kutyafajták kialakulása az egy lépcsőzetes folyamat, és egymásnak szoros rokonai, lényegében az összes többi kutyafajta, amit nem ebbe az ősi csoportba sorolunk, egymáshoz elég szorosan kapcsolódik, és az elválás ideje az nem túl régi, így a mi kuvaszunk esetében sem, hogyha az általánosító megfogalmazást nézzük. És megint csak az volt, hogy a funkción és a fenotípuson alapuló, vagyis lényegében formális kategorizálások, de hát ugye ez a formális, ez történeti hagyományokon is, meg ismereteken alapuló nyilván, megfeleltethetők annak, mint amit a molekuláris genetikai kutatásokkal kapunk. Hol van a mi kuvaszunk ebben a rendszerben? Hát itt éppen legalul, és ami az előző alapján nem meglepő, és bizonyos fenotípusos jegyek alapján sem biztos, hogy meglepő, hogy az agarakkal mutat a legszorosabb rokonságot. Viszont ha a színeződést nézzük, akkor ugye ez a sárga azért az ősi kutyákra jellemző. Úgyhogy olyan mintázatokat is találtak, a single nukleotid polimorfizmusnak nevezik, amilyen markereket ők vizsgáltak, ez alapján éppen a kuvaszban. És lényegében eléggé külön vált a többi tőle, az agarakkal és a terelő kutyákkal alkot egy csoportot. Itt is ebbe a rendszerbe, az agarak körébe sorolták, aztán és itt is ott találjuk a kuvaszt. Hát itt is ugye a sárga színre, itt más sorrendben, megint csak ugye az elágazások jelzik az evolúciós kapcsolatokat. És itt valamiért úgy tűnik, hogy egy külön ág megint, az, hogy miért a kopók vérebek közé sorolták, ez szerintem teljesen akcidentális, vagy az ábrázolás kérdése, mert azt kell nézni, hogy hol vált el. Ugyan ott vált el, mint az összes többi fajta, de lényegében a kuvasz
amit egyedül képviseli a pásztorkutyákat ebben a vizsgálatban, és megeshetik, hogyha több fajtát is belevettek volna, akkor ugyanerre az ágra kerültek volna. Ez egy külön ágként, de ugyanott, illetve ugye látjuk, hogy az egyes vadászkutyák, az egyes terelőkutyák, stb. Azok még később belágaztak. A kuvasz ezt a modern kutyafajták létrejötteként apostrofálható elágazást tükrözi. Aztán itt kapcsolódna hozzá egy másik tanulmány, mert Koppinger házas pár, akiknek egy, ugye főleg az úra kutatja ezeket, csak a könyv szerzője a házas pár. Van egy érdekes elmélete a pásztorkutyákról etológiai és történeti társadalmi megközelítésben, is végzett egy mitokondriális DNS vizsgálatot. Ugye a mitokondriális DNS, ami nem a genom DNS, ez egy sejt organellum, könnyebben volt hajdan vizsgálható, van egy D-loop hipervariábilis régiója, úgyhogy számos ilyen vizsgálat volt még a 2000-es évek elején. De napjainkban azért nem annyira használják, mert például ez a biológiai óra kalibrálása, ez nem annyira jött be vele. Akkor volt olyan vélekedés, hogy a domestikáció időpontja 160 ezer évvel ezelőtti, amikor mitokondriális DNS alapján próbálták meghatározni. Ezt napjainkban azért már genom DNS alapján 40 ezerre, ami még így is ugye meghaladja a régészeti leleteket, szelidítették. Szóval ő mitokondriális DNS alapján vizsgálta ezt, hogy van-e valami kapcsolata az ő kutyái és egyéb csoportok között, és azt kapta a két pásztor kutyáról, ugye nyilván erre volt ő is kíváncsi, hogy ősi vagy nem ősi, hogy a sarklalinac egy border collival egyezett meg, hát ugye a könyvben nem volt róla szó, hogy hány lokuszt vizsgált egyáltalán meg mit, de megegyezett jó néhány lokuszon. A mare van a másik őrzővédő, vagy nagytestű pásztorkutya, pedig egy farkassal megegyező haplotípust mutatott. Hát ez azért az ő, hogy mondjam, ezt a könyvet kell hozzáolvasni, hogy ezt a stílust az ember kövesse. Ez egy ilyen tudományos alapokon nyugvó és sok magyarázatot tartalmazó dolog. Szóval azért nem azt jelenti, hogy közös nagyanyjuk volt, de mitokondriális DNS főleg anyai ágon öröklődik, és viszonylag közelebbi ősöket feltételez. Úgyhogy ez alapján azzal indít, illetve neki ez a gondolatmenete közepén jön elő, hogy a pásztorkutyák megint csak nem igazolható, hogy hű de ősiek lennének, és rettentően elválnának a többi kutyafajtától. Van azonban egy olyan elmélete, ami a viselkedésen alapul, és ez alapján a legősibb munkának, ezen az egész pásztorkultúrába illeszthető munkakörön belül a livestock guarding dogot tekinti. Ugyanígy vadászkutyák esetében ennek analógiájára a kopókat tekinti ilyennek. Az elmélet azon alapul, hogy ez a munkakör, ez ugyan örökletesen etológiailag meghatározott, mert például az örökletes mozgásminták azok nem mennek végig végbe, mert vadászkutyáknál, ugye farkasnál, aztán vadászkutyáknál azzal zárul a dolog, hogy elkapja a zsákmányt, ez terelőkutyánál a kergetéssel befejeződik. Egy normális pásztorkutya pedig már nem is kerget, ott már ez a mozgásminta is kiesik lényegében a rendszerből, úgyhogy nyilván itt most mondatokat másoltam be, de próbálom inkább értelmezni. Ez, hogy örökletes, nyilván a viselkedés egy fenotípus, és vannak örökletes elemei, meg vannak olyan elemei, amit a környezet tesz hozzá. Na hát Koppinger elmélete szerint a pásztorkutyák viselkedését és munkáját jó részt az úgynevezett, ő használja ezt a szót, fejlődési környezet alakítja ki. És hogyha mai pásztorkutyás vizsgálatokat nézünk, azok is inkább, vagy azok is mind erre alapulnak, hogyha a pásztorkutyát eredeti munkakörében alkalmazni szeretnénk, akkor kiskorában neveljük föl a nyájjal, és akkor ugye nem alakul ki az agresszió, pásztorkutyák amúgy is későn fejlődnek vele szemben, és működni fog az állatka. Vagyis ennek folytán, ahogy a kopók egymást lelkesítik, és úgy alkalmasak erre a vadászatra, nem valami specifikus elem kell hozzá, hogyha egy kutyát, akiben ez az elkapás nincs meg, a nyájjal nevelünk föl, akkor pásztor kutya lesz belőle,
és azt feltételezi, hogy a terelő kutyának ehhez specifikusabb, örökletes alapokkal kell rendelkezni. A terelő kutyát kevesebb kutyából tudunk képezni, mint pásztor kutyát. A pásztor kutya az lényegében, az a falusi kutyanál az ősközösségi társadalmat reprezentáló, lényegében a minden keveredne, akkor mi jön ki belőle, kutya típus küllemre meg használatra is. Ebből ezen a vonalon, a nyájak és állatok mellett dolgozó vonalon a legrégebbi, különféle történeti nézeteket is említ hozzá, hogy például Darwin is leírást adott róla, de a külleméről nem kifejezetten, gondolom erről már volt szó, hogy Barrow volt az első, aki leírta magukat a pásztorkutyákat. És ez tehát az elmélet lényege, hogy a viselkedés, ami köztudottan fenotípus, vagyis a környezet befolyásolja, a pásztorkutyánál olyannyira képlékeny, hogy lényegében, ha a szocializációs időszak alatt a nyájhoz szokik, akkor nem kell semmiféle meghatározottsággal bírnia ahhoz, hogy a nyájőrző munkát később ellássa. Ezt annyira nem kell emlegetnem. Szóval a viszony maga az nem öröklött, hanem a környezettől függ. Nyilván állattenyésztőként azt mondjuk, hogy van ennek valamekkora öröklődhetősége. Persze egy nagyon nehezen vizsgálható dolog, majd a végén visszatérek rá, hogy ahhoz, hogy ilyesmit tudjunk számítani, kellenének állományszintű adatok. Tehát arra hívja fel a figyelmet, hogy hagyományosan is ennek a környezetnek, a fejlődési környezetnek a fontosságát hangsúlyozták a pásztorkutyáknál, ami egy ősi használati irány. Vagyis a viselkedésből, ami a gének és a környezet interakciója, kiindulva a pásztorkutyák lényegében az a csoport, ami az elsőnek tekinthető a bármiféle használat irányában állatok mellett. Ezek pedig ilyen köztudomású dolgok, ugye, hogy a pásztorkutya az később lesz ivarérett, később lesz tenyészérett, egy 2 éves pásztorkutya az még fiatal, miközben egy 2 éves valamilyen vadászkutya az már teljesen kifejlett, úgyhogy ez a szocializációs időszak is nyilván kiterjedtebb. Ezt nem említettem, hogy azt mondja, hogy ennek az elméletnek kapcsán nincs ilyen, hogy melyik fajta a legjobb, mert hogy az összes, ami fizikálisan alkalmas rá, és véget ér a kergetés előtt az örökletes mozgás mintázat, az megfelelő pásztorkutyává képezhető. Aztán ennek ellenére ugye más vizsgálatok vizsgáltak ilyeneket kérdőívekkel leginkább, hogy melyik a leghatékonyabb pásztorkutya, és nyilván hagyományosan, tapasztalatilag is az embernek van egy elképzelése, főleg, hogyha többet tart, hogy melyik az, amely bizonyos olyan temperamentum elemekben, amelyeknek öröklődhetősége nagyobb, eleve eltérnek egymástól, és fajtaként, kutyacsoportként is eltérnek. Itt most nem fogom ezt végig részletezni, de ez a vizsgálat nyilván hatékonyabbnak tartotta, erről majd mindjárt beszélek, hogy mi az, hogy agbas, egyáltalán, mint a pireneusi hegyi kutyát, szóval a török pásztorkutyát, és komondort is vizsgáltak. A komondor aktívabb volt, mint például a pireneusi hegyi kutya. Úgyhogy ez, hogy vannak-e fajta különbségek, vitatott, nyilván az ember tapasztalatból úgy gondolja, hogy vannak, releváns tanulmány kérdőíves vizsgálaton kívül nem nagyon áll rendelkezésre. Aztán ugye a másik, ami a munkához kell, az lényegében a fenotípus két része, ez a viselkedés meg a küllem. Úgyhogy a munkához szükséges fenotípus alapján alakultak ki a kutyafajták. A pásztorkutyák ugye ebbe a kategóriába tartozik. Az, hogy alapító egyed beltenyésztettsége, az már golden retriever, meg egyéb speciálisabb fajták. Munkához szükséges fenotípus, tehát viselkedésből és küllemből fog összetevődni. Milyen a pásztorkutyák külleme? Ugye olyanok, mint a mackó, mint amivel már kezdtem, jó nagyok, szőrösek, illetve nem hűde hatalmasak, majd erre is mindjárt egy kicsit kitérek, de viszonylag nagyok. Azzal
magyarázza ezt Koppinger, hogy azért viszonylag nagyok, mert hogy így a túlélési esélyeik a hegyekben a vándorló pásztorkodás során nyilván nagyobbak. Ez a kültakaró és a testméret is erre szolgál. Úgyhogy lényegében a funkció hozta létre a formát. Létrehozott valamilyen formát, de ennek ellenére mi rengeteg pásztorkutyát ismerünk. Miért van ma ennyi pásztorkutya fajtánk? És ez az érdekes része még ennek az elméletnek igazából, hogy ő ilyen kicsi iróniával szemléli mindezeket, hogy a hegynek egyik és másik oldalán ugyanazt a kutyatípust nyáron és télen máshogy hívják. Úgyhogy nyilván amikor a fajták kialakultak, akkor a nemzeti büszkeség és minden egyéb, és lobby érdekek közre játszottak abban, hogy mi az, amit ma külön pásztorkutya fajtaként ismerünk, és hogy tudjuk elkülöníteni, most nem az ő példáit fogom itt felolvasni, egymástól például a szlovák csuvacsot, a lengyel hegyi kutyát, vagy a magyar kuvaszt, mert hogy ezek rettentő hasonló kutyacsoportok, mindannyian pásztorkutyák, livestock guarding dogok. Ez a szervezet, tehát ez egy ragadozók megőrzésére irányuló szervezet, így 26 ország 48 fajtáját sorolja föl. És kérdés az tehát, mindjárt végére érek ennek az elméletnek, és eljutok a kérdésekig, meg a következtetésekig, hogy ezek a pásztorkutyafajták valóban történetileg relevánsan kell, hogy legyenek, vannak, fenntarthatók, avagy nem. A kérdés némiképp persze majd nyitott marad. Ez is még ebből van, a kiemelt rész a lényege az elméletnek, vagyis az a Koppingerék elméletének az a lényege, hogy a modern pásztorkutyafajták ősei, azok a nomádokkal érkeztek valóban azokra a területekre, és végezték azt a funkciót, és ennek etológiai igazolását is látja, amit végeznek. Sőt, ugye a juhászati kultúra miatt nyilván régebbiek maguk a pásztorkutyák, mint a nemzetek. Ugyanakkor ezek a fajták nem izoláltak. A vándorló pásztorkodás lényege, hogy nem is lehetnek izoláltak. Különböző területek pásztorkutyái között van génáramlás, ezt már egy másik szerző mondja, aki szintén pásztorkutyákkal foglalkozott, és ezek a mai fajta megnevezések, ez nyilván a hobbi tenyésztés következményei. Most akkor már próbálom gyorsabban mondani a végén, úgyhogy nyilván az össze, aki szeretné ezt az előadást, gondolom megkaphatja a szervezőktől, az összeset nem mondom végig. Nyilván magyar pásztorkutyákra is vonatkoznak ilyen elméletek, és korábbi előadásban is hallhatták, hogy milyen régóta az adott területen megtalálhatók, és a különböző hasonlóságok, például a lengyel hegyi kutyával is nem a véletlen művei, hanem pont a vándorló pásztorkodásból erednek. Erről pedig, ha minden igaz, úgy is lesz egy külön előadás. Ez is egy molekuláris genetikai kutatás volt, és csak úgy kapcsolódhat ennek az előadásnak a végkövetkeztetéseihez, hogy a Nemzetközi Kutyás Szervezet így, hogy anatóliai pásztorkutya elismert egy török pásztorkutya fajtát. Ugyanakkor ezek a szerzők azért küzdöttek, hogy bebizonyítsák, hogy ez nem egy fajta, ez legalább három különböző fajta, mert hogy ez a kangal, agbas és van egy közép, őszintén szóval nem is látom, hogy hol van, szóval van még egy harmadik fajta is. A török agár az nyilván nem pásztorkutya fajta, az az úgynevezett outgroup, hogy ezt a törzsfát gyökeresztetni lehessen. Ez a három, ez nagyban különbözik molekuláris genetikai adatok alapján, fenotípus alapján pedig nem. Ez a genetikai távolság a fajták között, vagy a kutyatípusok között akkora, hogy ezt igazából nem kellene egyfajtának tekinteni. És azért veszélyes ez, hogyha a három kutyatípust ők külön fenn szeretnék tartani, mert hogy fenotípusra a keverékek, főleg küllemben az egyikre, a kangalra fognak hasonlítani leginkább. Úgyhogy ilyen szempontból nyilván van egy, vagy két oldalú a dolog, hogy egyrészt több pásztorkutyafajtánk van, mint amennyi hagyományosan kialakult, másképp viszont, hogyha bekerül egy nemzetközi szervezet rendszerébe, és ebbe a sótenyésztés rendszerébe egy fajta, ami a használat ellen is hat, az ellen tényekkel, vagy molekuláris genetikai ismeretekkel küzdenek. Erről már beszéltem, úgyhogy menjünk tovább a legvégére.
Ugye milyen következtetéseket vonhatunk le mindebből, amiket eddig elmondtam? Egyrészt ugye, hogyha a molosszusok rokonfajtái, mert a hajdani tanulmányok pásztorkutyát nem említenek, holott pásztorkutya volt, a molosszusokat igen, és csak az a kérdés, hogy melyik alakult ki melyikből, akkor milyen problémákkal kell szembenéznünk. Ugye egyik lehet ez a minél nagyobb testméret, hogyha küllemi tenyésztés rendszerébe belekerül a fajta, ami mindenféle problémákat és a funkciónál nagyobb testméret nyilván egészségügyi problémákat hoz magával. Másrészt a másik maga az élettartam kérdés, ami pásztorkutyáknál még én úgy tudom, hogy nem igazán jelentkezik, bár fogalmam nincs, hogy közép-ázsiai juhásznál a küllemi vonalban van-e már ilyen probléma, hogy hamar meghalnak a kutyák, mert hogy ez, hogy miért ekkorák, erről már beszéltem, mert hogy ennek, ez Berni Pásztorból egy szakdolgozó hallgatóm volt, és ő például kimutatta, hogy az élettartamra a születési időszak az hatással van, egyre rövidebb életűek, várható életűek, ez maga az élettartam. Ugye ezek a, ez még a következő szlájd lesz, bocsánat, már gyorsan próbálom befejezni. Szóval a marmagasság esetében azt mutatta ki, de hát ezt nyilván tudjuk, hogyha a küllemi FCI rendszerébe, vagy bármilyen sótenyésztési rendszerbe bekerül egy fajta, a nagy fajta egyre nagyobb lesz, a kis fajta egyre kisebb lesz. Ez a veszély nyilván így a pásztorkutyáknál, mint nagy testű fajtáknál is fennáll. A Berni Pásztor ez egy érdekes dolog, mert ugye pásztorkutya a neve, de lényegében egy mindenes farmkutya, úgyhogy nem vehetjük ide, de a rokonság kapcsán jött itt. És már ezt szerettem volna mondani, hogy maga ez a biológiai élettartam csökken. Miért probléma ez pásztorkutyánál, hogyha csökken? Mert egy szegény pásztorkutya, hogyha használni akarjuk, és véleményem szerint, bár nyilván ez is egy nyitott kérdés, használni kell ahhoz, hogyha fajta fenntartásról akarunk beszélni, akkor az úgynevezett hosszú hasznos élettartama, vagyis az, ameddig használni lehet a nyáj mellett, és nem történik vele valami, az annyira rövid, hogy a biológiai élettartamot mérni sem tudjuk. Vagyis a biológiai élettartam csökkenését nem fogjuk látni, mert a kutya nem marad addig használatban. Nyilván ez a tanulmány, amit itt alul idézek, ez a 4,-valahány év, ez speciális, meg ott kígyó marásokkal, szóval nem Közép-Európáról van szó. Egyebekről bekkel számoltak, de reális veszély, hogy ha próbáljuk megőrizni mindenféle pásztor, kuvaszok és nagyragadozók programmal, akkor figyelnünk erre, hogy a sótenyésztés, illetve a használat elfedik egymást, és ezért mondom, hogy állományadatok nélkül nehéz bármit kezdeni. Következő következtetésünk ugye az, hogy nem egységesek a tenyésztő szervezetek a rendszertani besorolásban. Sok fajta változat, és sok nem elismert van köztük. Ugyanakkor elismert fajtaként, vagyis ahogy bekerültek a rendszerbe, és bizonyos fenotípusbeli, hogy mondjam, hasonlóságot nyilván a fajta standard megkövetelés, ezt fixálni akarnak. Így nem feltétlenül ősibbek, mint a többi kutyafajta, bár rendkívül alul reprezentáltak ezekben a molekuláris genetikai kutatásokban ahhoz, hogy biztos véleményt tudjunk róla mondani, és a kuvasznál azért, főleg ez a második tanulmány, a legújabb, ez talált némi kapcsolatot. Szóval a kérdésünk az az marad, hogy ha ezek a fajták fajtaként annyira nem is térnek el, és a nemzeti büszkeség hozta őket létre, van-e rá reális esély, hogy fenntartsuk őket? Hogy tudjuk őket fenntartani? Nyilván ezeket a küllemi különbségeket fixálva, hát ezt valamikor létrehozták, ha elég nagy lett az állomány, és zárt a törzskönyv, akkor már abban a mozgástérben meg is van. De itt jön a következő kérdésünk, hogy a használhatóság és a küllemi kiállítások azok néha ugye egymás ellen hatnak. A fajták egyediségét egyes kisebb testalkati jegyek vagy különbségek, nyilván ilyen fültűzéstől kezdve a stopvonalig, amiket fel lehet lelni, különbségében találnánk, viszont a használat nem igazán emellett szól, vagy nem igazán ad lehetőséget ezeknek a fixálására. Meg egy másik szempont, hogy van egy ilyen generál sódog, ami minél nagy testű, minél nagyobb, aztán minél hosszabb a nyaka, meg minél kifejezettebbek a szögelései. Nyilván ez az egyediséget sem fejezi ki, hogyha egy ilyen nagy fehér valamit
lát az ember, akkor nehezen mondja meg róla, hogy ez egy pireneusi hegyi kutya, vagy egy maremon, vagy egy lengyel, jó, a maremon kicsit hosszabb, azt azért meg lehet különböztetni. Szóval a lényegében a mai, és most sok szlájd jön arról, hogy a küllemi tenyésztésre szükség volt. Szükség volt a világháborúk után, szükség volt akkor, amikor visszatértek a nagyragadozók, visszatértek a pásztorkutyák. Szóval küllemi, ez most nem lényeges nekünk, küllemet, anatómiát a viselkedés elé helyezi a szelekció. Sokáig, ugye, amíg nem volt ragadozó ebben a régióban, nyilván más lehetőség nem is volt. A fajta meg volt, elismert volt, fent kellett tartani, például a kuvaszt, úgyhogy küllemi alapon végezték a szelekciót. Ez viszont a használat ellen hat, mert hogy van olyan tanulmány, ez a legismertebb, de több is van, hogy lényegében az egyedek mai használata az nagyobb, jobban befolyásolja a viselkedési különbségeket, mint az eredet. Szóval, hogyha pásztorkutyákról beszélünk, és eredeti használatról, és azt kell fenntartanunk, akkor ez a kérdés ez felmerül, hogy a mai ebtenyésztés funkcionális keretein belül lehetséges-e. Ez egy másik szakdolgozat, tehát sajnos már régi, mert 2000-2010 közötti állomány dolgozott fölkuvaszoknál. Ez azt mutatja, hogy a küllemi kiállítások jelentősége a született utódoknál viszonylag kicsi, mert 4%-uk jelentett meg. Viszont címet nyert kanoktól származik az állomány több mint fele. Ez a favorizált fedezőkanok, ez egy másik kérdés volna. Szóval kis töredékei, a kiállítás nagyobb szempontú, mint a használat, a pásztorkutyák kis töredékei csak nyáj mellett, hogy a mai kívánalmakhoz kell átformálni, ez persze egy nyitott kérdés. A másik probléma, vagy a fő probléma tehát az, pásztorkutyánál én abban látom, és ezzel hamarosan be is fejezem, hogy ugyanazt a kutyát nem tudjuk bevonni a használat szerinti megőrzésbe, meg a formális ebtenyésztés keretei közé, vagyis nem tudunk vele küllemi kiállításra járni, meg nem a pásztor a tenyészszemlére sem feltétlenül fogja elvinni, meg az almokat sem úgy tervezi nyilván. Úgyhogy itt volna az, hogy az állattenyésztésnek szerepe volna a pásztorkutyák fenntartásában, mert populációs adatokat így lehet nyerni. Hogyha a kutya tesóját kihelyezik Erdélybe a kuvaszok és nagyragadozók programban, akkor itthon maradnak az alomtesók, akik ugye teljes testvérek, és hogyha ők rájuk kidolgoznak valami olyan tenyészszemlerendszert, akkor nyilván, nem tudom, hogy a közönség milyen összetételű, most már az idő rövidsége miatt nem szeretnék belemenni, de az a lényeg, hogy a pontos törzskönyvi nyilvántartásnak és a rokonsági viszonyoknak, a származási nyilvántartásnak jelentősége van, és emellé lehet beépíteni a használatot, mert hogy a kettőből együtt teljesítményadatokból, meg származási adatokból lehetne bármit úgy számítani, hogy ezt az úgynevezett öröklődhetőséget, vagy tenyészértéket is, hogy küllemileg és használatilag is a fajta fenntartható legyen. De amíg a törzskönyvezési kedv hiába ad a MEUS is mindenféle kedvezményeket már a két rendszerrel ezelőtti részben is, ilyen alacsony, mert hogy ugye az alomszám eltérés az valószínűleg nem a reprodukciós mutatók romlásával magyarázható itt, hanem azzal, hogy sok kölyköt nem törzskönyveznek, almonként is csak pár kölyköt törzskönyveznek, addig nem lesz adat, addig eléggé nehéz volna sok különböző fajtából fenntartani a mieinket, és nyilván a mieink fenntartása szükséges, a többi részt azt majd egyéb előadók megvitatják. Úgyhogy köszönöm szépen a figyelmet, ők a sajátjaim egy része. Kicsit fedésben tartottak. Köszönöm szépen ezt a fantasztikus előadást. Bazsó Mihály vagyok, kérdezném, legyen szíves. Említette az ösztönt, a kutya és a juh kapcsolódását, hogy a kutya őrzi, védi, illetve hogy ennek, most a konkrétan a kérdés, hogy ennek van egy bizonyos időkorláta.
egy felnőtt juhászkutya, ami egy városi kennelbe növekedett, fejlődött, soha nem látott egyéb állatot, csak kutyát, meg galambot, vagy talán verebet, az hogyan fog majd viszonyulni egy szürke marhához, egy rackához, vagy egy baromfihoz, aki elérhető távolságban, és nem játszótárs, és amire próbálok kilukodni, hogy azok az állatok, amelyek együtt szocializálódtak a védendő állattal, meg azok, amelyek egy kennelből származnak. Köszönöm szépen! Az elméletek alapján is, meg tapasztalatom nekem főleg, mint látszik, vadászkutyával inkább van, mint pásztorkutyával, de ahányan találkoztam, valószínűleg az a helyzet, hogy ez a szocializációs időszak, akár így nevezzük hagyományosan, ez valóban létezik erre a dologra, hogy olyan kötődést alakítson ki az őrzendő állathoz, hogy az a tabu, azt nem szabad bántani. Pásztorkutyáknál én úgy vettem észre, hogy ez sajna oly módon működik, ezért nem lehet nekem pásztorkutyám, hogyha ideiglenes ezek meg. Új kutyák is jönnek, hogy akit megszok kiskorában, az a védendő, és azok a macskák, kutyák, stb., hogyha nem pásztorkodásról beszélünk, gyakorlati tapasztalatom ilyen van. Az elméletet azt ugye mondtam, hogy a szocializációs periódushoz köthető, és ma is ezt vélik, és így is nevelik föl a pásztorkutyákat, hogy valóban, hogyha nem szokja meg azokat az állatokat, akkor ha az örökletes alapok működnek, nem levadászni fogja a szürke marhát, de őrizni se fogja hű de nagyon. Szóval kell hozzá a megfelelő felnevelés, és ezért is nehéz ugye valami tenyészszemle rendszert így kidolgozni, hogyha a tenyésztő a mit tudom én hány kuvaszt kennelben vagy területen tartja, és ott nincsen állat. Később nyilván az ő reakciója erre az állatra meghatározott ezáltal, hogy ő nem velük szocializálódott. Úgyhogy biztos, hogy kell. Ismerős Sarplani Nac például fölismerte, úgyhogy már rég másik városban laktunk, és az öreg spánielemet hazavittem, vele nőtt föl, tőle minden tűrt. Hoztam az újabbat őt, azt mondta, hogy már haverfelvétel nincsen. Biztos, hogy van ennek az elméletnek, én úgy látom, viszonylag kevés pásztorkutyás tapasztalattal alapja, de vadászkutyáknál is biztosan van, mert például náluk az van, hogyha a vadfelvételt kiskorában, amikor mindent fölkap a kutya, megszokja, akkor az működni fog végig. Hogyha nem, akkor egy éves kutyának párforsz lehet csak megtanítani, mert nem fogja fölvenni máshogy. Kuvas ve komodoru genetik olarak analiz ettiklerinde köken olarak da en eski hangi grupla özdeşleşti? Yani doğuda köpekler değil mi yoksa daha çok bu bölgenin köpekleri mi? Először is nagyon szépen köszönjük az információdús előadást. És a kérdés az lenne, hogy ugye a kuvaszok és a komondorok genetikai vizsgálata megtörtént, arról volt szó, és a kérdés az lenne, hogy ezek alapján, a vizsgálatok alapján a kuvaszokat és a komondorokat a legrégebbi, vagy a legrégebbre visszamenőleg melyik csoporthoz tudták végül kötni, vagy melyik csoporthoz kötik végül az ázsiai típusokhoz, vagy inkább az itteni típusokhoz? Angolul válaszoljak, vagy magyarul? Magyarul lehet. A klaszteranalízis alapján mindenképpen a modern kutyafajtákhoz. Úgyhogy minden esetben az jött ki, hogy a terelőkutyák agarak csoportba sorolható. Viszont ugye ez a klaszteranalízis is azért úgy működik, hogy szegmensekből tevődik össze. Ott, amikor ez az egyszem szerencsétlen kuvasz képviselte a pásztorkutyákat, a modern fajták elágazásilag, viszont egyes mintázatokban az ősihez köthető. De az biztos, hogy az ázsiaihoz nem. Uh-huh. Nem. Elágazás az tök máshol van. Úgyhogy a modern kutyafajták rendszerébe illeszthetők a pásztorkutyák. Uh-huh.